Sziasztok, én vagyok, és most egy FIFA-s trédelős videóval következnék, ugye ez a Boldog Karácsonynak az utolsó epizódja. Na hát kértétek tőlem, hogy mutassam be, hogy én hogyan trédelek. Na hát akkor meg is mutatnám igazából néhány trükköt, ugye mondanék. Ez a videó most így nem lesz megvágva, hogy végig láthassátok, hogy hogyan csinálom, hogy ne az legyen, hogy lemaradtok valamiről, olyan 10 percesre tervezem ezt a videót. Szóval, ugye van most 35.000 coinom, és akkor én most azt mondom, hogy keressünk Conshumablest. Oké, én általában player trainingeket el szoktam kereskedni, ugye goldra rakjuk, és ugye itt látható, hogy 2300 ér simán, hát el lehet vinni, ennyi kér van kint, és akkor mondjuk adunk érte, most mondjuk pont licitálta, 1004-et. Tehát igazából én azt mondom, hogy sose vegyetek úgy, hogy buy enough-ba, mert úgy nem éri meg, hogyha olcsóban szeretnétek kijönni belőle. Inkább akkor várjátok ki az időt, és mindegyikre igazából adjatok. És akkor igazából az emberek előbb abba hagyják, úgymond, csak most akkor tegyük fel egy példa. Ér egy 100 000-et egy játékos, kirakják, hogy mondjuk 70-es kezdőlicit és 120-ért bájnapba el lehet vinni. Szóval akkor mit csinál a paraszt gyerek? Oda megy és 70 000-et rákínál, ugye. Elkezdtek licitálni, és ő mondjuk kiszáll 91-nél. Mondjuk, és ráígérsz mondjuk 92-t, és azt is igazából el tudod hozni, mivel az emberek sokkal, tehát igazán nem annyira kitartóak, és ez a kitartás lehet az ő vesztük. Tehát igen. Hát akkor most simán áron alul tudjuk megszerezni ezeket a játékosokat, mondjuk még van 2,5 perc ebből a sűrlévből is. 6001-nél én tartom a licitet, és 10 000-et ér. Tehát ez úgy eléggé fasza. Ezeket ugye meg egyfajtában licitálunk, mert most így este van, és sokkal kevesebb ember licitál. Ugye van néhány szemfüles emberke, de hát ez van. Mindig is lesznek, mindig is voltak. Na hát, ha el tudjuk hozni, de hogy tudjuk elhozni? Na mindegy, igazából én azt tanácsolom, hogy 1-2 000-rel még ne trédelgessetek, inkább akkor játszatok addig meccseket, még össze nem gyűlik 6-7 000 zseton, mert azokkal tudtok trédelni, már jobban igaz. Tehát már az, hogy veszek 2 kártyát, azt eladjátok ugyan, hát nem tudom, úgy kevesebb, inkább azt mondom, hogy 6-7 000 zsetonotok legyen, és akkor utána hűzzétek az ipart. Na, ezt el is tudtuk hozni 1600-ért, tök fasza. Többiért persze licitálni kell. Szóval, ja. Tehát így este, mint már előbb is mondtam, alig licitálgatnak, tehát ez így jó lesz. Alright, akkor mondjuk ezt ugye elhoztuk 1600-ért, és kilistázzuk, hogy 2000-ért és 2001-ért el lehet vinni. Oké. Ugye, 2003-as érés azért kell kirakni olcsóbban, hogy nekünk is profitunk legyen rajta, de el is vigyék, mert hogyha pont ugyanarra az árra rakod ki, mint amennyit ér, akkor nem biztos, hogy elviszik. Nekünk meg ugye azt kell, hogy elvigyék, így pár százal olcsóbban rakjuk ki, és mi is nyertünk rajta, meg ők is úgymond. Szóval, amit szeretnék még mondani ugye, hogy hülye vagyok, nem azt akarom, de hülye, este van már gondok tényleg. Elfelejtettem tényleg, amit akartam mondani, de úgy látszik, ezt el tudtuk hozni 1200-ért, 1500-ért, és ezt meg 1300-ért, talán. Hát. Tehát láthatok, 2003-at ér, és egy 1000-essel kevesebbért el tudtuk őket hozni, és akkor feldobáljuk, 2000-2001-ért el lehet vinni. És, ja, elvitt, valakit elvittek. Nem küldjük a klubba, hülye vagyok. Jó. Ez is, és fontos, hogy 1 órára rakjátok ki a játékosokat, mivel ugye, hogyha 3 órára rakjátok ki, akkor
három óra múlva lesz vég a licitnek, és az úgy nekünk nem jó, mert az háromszor annyi idő, és ugye minél az elvítésű lét 6400-ért, tehát látjátok, és ő is nyert az üzleten, nem figyeltem, az volt a gáz. És 7000-et adok érte mondjuk, látjátok, ennyi. Tehát így simán lehet trédelni, mert a sok buta ember ugye nem csinálja ezt. Szóval igen. Ugye én úgy szoktam trédelni még, hogy van ugye nekünk ez a transfer listünk, ahol kezdetnek azt hiszem 30 embert tudunk tárolni. Ez legyen nektek minél több. Nekem azt hiszem pont 40 van. De megmutatom, hogyan tudjátok növelni, ugye? Ultimate Team, ugye itt vagyunk a katalógusban. És ezt megveszitek, ugye 11-es szinten van. Hogyha, tehát és így, akkor így mentek tovább, ezt mondjuk még megsebben. Ja, de megvettem, jó, mert így a buta vagy gonda. Akkor 5-ös ad, 50-es a transfer részem, tehát itt van még 35-ösen és stb. Stb. Így ugye több emberrel tudsz trédelni. Na most, ne számítsatok arra, hogy már rögtön az első playernél 100 000-eket fogtok kasszálni, mert ez a tipikus magyar mentalitás. Ne ezt gondoljátok, ehhez nagyon nagy kitartás szükséges, látjátok, 7000-re el tudtuk hozni. Igen, 7000. És, tehát az a lényeg, mondjuk akkor én felrakom 8000-ért, 8500-ért lehet vinni, és el is viszik, mi is nyertünk, ők is nyernek rajta. Jó. Oké, szóval mind a 40-et, 50-et, 60-at töltsétek ki játékosokkal, ugye, és így tudtok normálisan trédelni, ezt jól megmondtam. Na most figyeljetek, hogyha mondjuk van 30, számoljunk 30-al. Mondjuk van 5 órátok trédelni, mert ezt nem úgy kell csinálni, hogy egy 10 percet itt vagytok, és akkor le van szarva az egész. Hanem itt vagytok vagy 5 órán keresztül, játszatok meccseket, ugye, mert 1 óráig tart a licit. Tehát játszatok meccseket, közben tehát igazából nem udalmas idővesztés az egész. Gonda, nagyon este van, nem tudsz beszélni sem, meg ismétled magadat egyfolytába. Na mindegy, ez csak ilyen telerögtönzött videó, mert kértétek. Szóval, ugye úgy kéne felrakni, hogy például mutatni kéne egy példát, csak gond egy fasz. Szóval az a lényeg, hogy mondjuk van 30 játékosotok, ugye, és 1 óráig mondjuk, ugye van 5 órátok, akkor az 5x30, 150 emberrel tudtok trédelni. Most, hogyha 150 embernél minimum, hát nem minimum, olyan, ha 500-at nyertek egy emberen, az már jónak számít. Mondjuk 150x 500, az kérlek szépen 75 000. Igen, gonda, nagyon király vagy matekból. Tehát 75 000-ért simán el lehetett hozni, úgymond 5 óra alatt tudtunk 75 000-re trédelni, ami azért eléggé jó dolog. Tehát, hogyha mondjuk 10 órát vagytok itt, akkor 150 000 egy nap alatt, és az eléggé jó, mint nem mondja. Főleg úgy, hogy ugye kibaszod drága a zseton. Mondjuk 8, ugye felrakjuk akkor 8000-ért és 8500-ért el lehet vinni. És hát igen, én még mutatok még egyet, például az, hogy beírjátok azt, hogy quality gold legyen, és max price 250. Itt vannak a játékosok, ki kéne válaszolni, mondjuk 79-eset, adunk rá 300 zsetont. Erre is adunk 300 zsetont, erre adtak, akkor már nem adunk rá, mindjárt meglátjátok miért. Rodrigóra 600-at adunk. Sebb. Jó. Nem hiszem, hogy mindig itt vannak, mindig. Dzsuzsák. Szeretlek, Dzsuzsi, és ez... Aj, Istenem, ez streetmániás faszparaszt. Oké, tudom, hogy már túléptük a 10 percet, akkor lesz 15 percet, most... Csak úgy mondtam, hogy köbben. Na, egy 7000-ket.
gonda. Mondom, hogy nagyon este van. Szóval, ja. 2002 sukár. Mondjuk ezért akkor adunk. 300-at rámegyek, és rögtön bejön az, hogy 300-at adtak érte. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy végre el tudtam azt hozni. Palácio, ér is adunk. Na várjatok akkor. Ugye itt van. Jaj, nem így akartam. 300-at rögtön adtak érte, fasza. Nézd meg. Sok köcsög. Na szóval akkor ugye itt vannak ezek a játékosok, figyelni kell, hogy ne 75-ösöket vegyetek, úgymond. Tehát akiknek 75-ös besorolásuk van, hanem mondjuk itt van ez a 79-es, ugye 300 zsetonért vettük, Quixel 3-16-ért el tudtok adni, tehát 16 coint nyertünk. Tehát tényleg nem sok, mert tényleg nem sok, de 5 perc van hátra a licitből, és mondjuk nyertünk 100 zseton, tehát ez igazából végső esetben lehet így, arra figyeljetek nem, hogy ne 75-eset vegyetek, mert akkor azt csak 300-ért tudjátok quickselezni, és akkor nem nyerünk semmit. Szóval 79-es az simán jöhet, mert azt többért tudjuk eladni, gipszet is. Istenem, ez a sok fasz paraszt mindig rám licitál. Jó mennak, gondolom, hogy egy ideges zsinyát. Oké. Okay. Az ilyen Rikkel, Marquinhos. Ezek a nevek. Szóval igen, üzemben én így szoktam trédelni. Ha tetszett a videó és kipróbáltátok, jó lett, segítette, akkor nyomtok erre a videóra egy lájkot és írjátok le kommentbe, hogy esetleg nektek mi vált be ti, hogyan szoktatok trédelni, és akkor én megpróbálom azt is bemutatni, hogyha kéritek, és mondom bele is egyeztek, tehát ja. Na hát akkor, ugye majd a videó végére még be fogok vágni egy olyat, hogy mennyiért tudtam őket ugye eladni. 35 000 zsetonunk volt ugye még az elején, és akkor ja.